Több támogatást kapnak a méhészek. Közel 1 milliárd forinttal, három és fél milliárd forintra emelkedett a már 15 éve futó Magyar Méhészeti Nemzeti Program támogatási keretösszege. Ez annyira friss ez a dolog, hogy március 15-én kell leadni a különböző javaslatokat. Kaptunk az elnökségtől, a, mivel én is benne vagyok a vezetőségben, egy körlevelet, hogy segítsünk nekik ezeknek a programpontoknak az összeállításában, hogy milyen olyan új, új elemeket szeretnének a méhészek látni ebben a tervezetben, amit, amit be tudnak építeni, és a méhészek ki tudják használni. Tolna egy ilyen javaslat is van, de azért nem kívánok ezekről hosszasan beszélni, mert ezek javaslatok, és amiket az elnökség elfogadja, azt továbbítják, és ebben az esetben ez egy kész programként majd a méhészek számára lesz kiírva. Vannak benne kutatási programok, mi egészségügyi programok, itt többi olyan <coughs> program elem van, ami esetleg érdekelheti a méhészeket, és, és ebben, mint említettem, van tolna egy javaslat is. Számos méhészeti eszközre, de akár teherautó vásárlására is igénybe lehet venni a támogatást. Az eszköz támogatások közül, amit gondolom idáig is a legnépszerűbb volt, például a fükassa, tehát a, a kis méhészetükben vagy a nagyobb méhészetükben a vándorhelyek tisztántartására erre ö támogatás lehet igénybe venni, akkor a pergetéshez ilyen agregátorokat, generátorokat lehet. A legújabb programban vannak az atkaírtó készítményekben használható olyan kompresszorok, amik, a levegő befújásához szükséges nagyomású levegőt állítják elő, valamint az atkaírtó készítményekben a különböző sublimáló eszközök. Annyira hosszú ez a a program, hogy ebből csak szemezgetni lehet, minden méhész megtalálja magának megfelelőt, de például új teherautó terepjáró vásárlására is van lehetőség, ebben is támogatást lehet igénybe venni a méhészeti nemzeti programból. Ez mély család számos kötött, tehát vannak olyan programok, amelyik a nagyobb méhészeteknek van kiírva, vannak olyan programok, akik mindenkinek járnak, de az egész támogatás a mély család számtól függ, és annál nagyobb a támogatás, minél több a mély családok. Száma. A de minimis támogatás, elég nehezen is tudom kimondani, ez egy ilyen minimális, csekély összegű támogatás, és ebbe csempészték bele a méhészek az úgynevezett megporzási támogatást, ami hát nagyon-nagyon örvendetes a számomra is, mert ebben ismerik el a méhek munkáját. Mert ugye azt Mindenki érzékeli, hogy a méhészeknek a méz és méhészeti termékekből van a bevétele, ezért dolgozunk, ebből élnek a méhészek, viszont a méhek munkáját eddig senki és semmi nem ismert el. Most erre is sor került, már tavaly két alkalommal 1000 forint per méh családos támogatást kaptak a méhészek, az idén is kiírták, ezt is a méhészek nagy része már beadta. Na most, hogyha azt nézzük, hogy egy 50 családás méhészet 50 ezer forintot kap, akkor valóban azt lehet mondani, hogy csekély összegű támogatás, de én úgy gondolom, hogy ebben a nehéz időszakban minden forintnak örülni kell a méhészeknek, és tavaly mondjuk, hogyha nézzük, egy száz családos méhész kapott 200 ezer forintot, akkor úgy gondolom, hogy ebben segítették a betelelést, esetleg a vándorlásokat, és összességében, hogyha ez hosszú távon felmarad, és esetleg ennek a keretösszege növekedik, akkor már nem lehet azt mondani, hogy ez kevés. Nehéz helyzetben vannak a hazai méhészek. 2020-ban gyenge évet tudhattak maguk mögött. A legtöbben a szokásos éves méz mennyiségének, még a harmadát sem tudták tavaly begyűjteni. A leggyengébb az akát szezon volt. Nagyernyei Attila reméli, hogy az idei év már jobban fog sikerülni, azonban az enyhetél nem kedvezett a méheknek. Mozgásban volt a méh család, tehát nem, nem vonultak fürdben, hanem többször volt repülésre alkalmas időjárás. Egy, hogy előbb kezdett a méh legalább egy hónappal, a másik pedig az, hogy rengeteg mézbe került. Úgyhogy most elég nagy problémával küzdenek a méhészek, ez még pedig az, hogy az élelem rendkívül megfogyott a kaptárakba. Ezt abban szokták mondjuk kiavítani a méhészek ezt a hibát, mert ugye ez egy akárhogy is nézzük, ez a méhésznek a felelőssége is hibája a telelés, hogyha ott valami komoly veszteség van, hogy ősszel, aki nem etetett fel teljesen, és nem olyan mennyiségű mézzel mentek a méhecskék a telelésbe, ami egészen a következő szezonig kihúz, kihúzták volna, akkor úgynevezett cukorlepénybombát idézőjelben szoktak a méheknek adni. Ebben különböző vitaminok, ásványagok vannak a méhek táplálásához létfontosságú aminosavak. Viszont ebben van némi veszély is, és ezért egy kicsit óva a kollégákat, hogy ezekkel a csodaszerekkel azért óvatosan, mert amikor így visszajönnek ezek a hajnali fagyok és hűvösek, akkor is jelenleg is a kaptárban. Ö 35-36 fok van a fészekben, ugye ahhoz, hogy a petéből álca legyen, ahhoz kell ez a közel 36 fokos hőmérséklet. De tegnap hajnalban, tegnap előtt is a mínusz 8 fok volt. Ez rendkívül meg, meg, megerőlteti a mécsaládot, és azt vesszük észre a kaptárban, hogy nem olyan ütemű a fejlődés, mivel, mivel az álcáknak az etetés, a táplálása és a fűtése, fűtéséhez a méhek teljesen ki vannak hegyezve, és azt mondhatom, hogy ez nem túl jó előjelet vetít erre a szezonra se, de összességében viszont azt az bizakodja, hogy a méhek évmilliókig évmilliók óta a földön vannak. Gondolom, hogy láttak már ilyen időjárást, ebbe bízhatunk, hogy ezt is meg fogják mentesen oldani. Amitől viszont megint csak félünk, ugye most már évek óta nem úgy sikerült az akáca, hogy kellett volna tavaly a Tolna az átlaghoz képest 10%-os termés van, ez most meg is látható gyakorlatilag az árakon is, és az, hogy a piacokon szinte eltűnt az akácméz. Ettől félünk, hogy esetleg az idén is ha egy valami ilyen katasztrófa érni az akácerdőket, akkor én úgy gondolom, hogy a méhészek száma is egy picit megfogyatkozna. A Tolna megyei méhészek egyesületének elnöke szerint sokat segítenek a támogatások, de a legnagyobb támogatást a vevőktől kaphatják meg a hazai termelők.